Olej! Csácsúmi csődészta! Csokolád és traktorgerék gyerekek, mint vagy hatalmánál képen jelenik a csodálatos második, nem tudom, harmadik, 26., 28., nem tudom mit. Nem tudom, mit akartam mondani ezzel a másodikkal, de csapjuk bele a lecsóba. Kiástam. Körülbelül, hát nem tudom mennyit, most van 27. nap, 14 óra, 12 talán. Egy órán vagy másfél órán keresztül folyamatosan kapagattam kifele a kertnek az elemeit. Kiszámoltam egyébként 11 blokkszor 11, ugye annyi az alapterülete, és 5 blokk magasan ástam ki, vagy 6, úgyhogy valami iszonyat, valami 800 blokkot ütöttem ki, amiben az a szerencse, hogy rengeteg külön, már gondolkozok, hogy mit kellene csinálni, de még végig sem mondtam a beköszönést. Na, szóval annyi minden volt, hogy megmutatom, mi a francot beszélek, megmutatom. Az a nézé, tesó, íjástam ki, és akkor így kapásból beszélek is róla. Ugye ugyanúgy kiástuk, ahogy meg volt jelölve, viszont egy kicsit kiebb, hogy ugye tudjon a fal is létrejönni. Ilyen magasan ástam ki, nagyon kell figyelni, mert be tud omlani. Erre rá kellett, hogy jöjjek. Ahol ilyen homok, vagy mi a franc van, az, hogyha nincsen megtámasztva nem tudom hány oldalról, vagy fölülről, akkor egyszerűen lepotyog és leomlik, és hogyha sok van, akkor baj van. Viszont, amint látjátok, ez itt mind nitrit. Úgyhogy elkaptam egy ilyen akkora nitrit tömböt, ami itt végig, nézzétek, itt is nitrit, egészen eddig és egész padlói kb. Ilyen nitrit volt, itt egy ilyen nagy, hatalmas nagy tömbbe. Úgyhogy sok ezer nitritünk van, na várjál, mutatom tovább. Emellett elkaptunk egy innen kiterjedő vas, nézd, plafonom, vas, meg itt az egész rohadás, az egész vas volt. Szóval vas, kő, és nitrit volt az egész, meg nagyon kevés homok, úgyhogy tök mászlin volt, mert rengeteg vasunk lett, rengeteg kövünk, és rengeteg nitritük, szóval jó volt itt táskán, de meg is mutatom, gyerekek, várjátok? Igen, van nekünk, ja, a csákányom az nem is tudom hányszor amortizálódott le, ja, az összes kajánk az elfogyott, az összes kávém elfogyott, mert nem bírtam ki, gyerekek, bocs, de én folyamatosan toltam neki a kávét, mint az őrült. Mert mondom, hát én nem bírom ki, hogy elfáradva állandóan még azt is válogassam, mert nyomtam a kávét, aztán ütöttem megállás nélkül. Úgyhogy egy csomó javítókészlet meg minden elment. Na várjátok, először pakoljunk ki, viszont el kell mindenképpen menni. Olyan, oda nézi, ennyi. Na itt is jöttem ki, és akkor ennyi kövem lett. A vasam az ennyi vasam lett. Itt is. Meg nitritem, az az egyéb craftban van, itt van 6000, úgyhogy jó, úgyhogy megérte. De hát szerintem nem tudom, egy óra, másfél óra, vissza lehet számolni, hogy meddig tartott kijutni. Hát nem volt egy nagy buli, várjál! Ugye mondtátok, hogy miért nem használom ezt az opciót, és akkor nem kellene mindig szarakodnom, hanem egyszerűen ugye ki tudnám pakolni a dolgokat. Várjál már, viszont nézzük át, hogy mi az, ami nem kell. Ez a sörét, ez meg mi az, ami kell. Ezt ide rakom, el kell mennünk vadászni, mert nincs kajánk. Mondjuk a fát is be kéne rakni, nem, a fát nem rakom be, mert mindjárt olyan fegyveralkatrész. Oké. Okay. Modifikáció. Itt van egy modifikáció. Ja, itt van nálam víz is, meg már kivettem, mert már, ugye látjátok, itt van kis üveg, amit megittem. Ezt is berakom fölülre. Pillanat, gyerekek. Jó, azt elindítjuk, majd csinálunk mindent, mint az atom. Csak hadd egy kicsit szedjem össze magam. Gondolatilag is. Mert konkrétan iszonyatosan sokáig tartott a dolog. Oké, ez kimegy, ez is kimegy, jó? Ez meg lemegy ide. Oké. Mik mennek ki? Ja, fog. Fegyver alkatrész, ugye? Mennyivel alkatrész?
Réz. Vas. És fegyver. Oké, gyerekek, olvasztást az be kellene indítanom mindenféle körülmények között. Annyit kellene, hogy akkor itt szétszedem ugye a fákat kb. Egyforma pakkokra. És akkor az összes 6 darab pohóba rakok be. Ugye itt a kő megy a olvasztásra. Bocs, hogy ezt itt meg, de ezt meg kell csinálnom. Viszont ide akkor hordhatnék minden egyébben vasat, meg clayt, hogyha van. Minden egyébben nyomjuk a vasat, meg a clayt. A stone-ba nem tudom mennyi clay... Clay-em is jött, igen, azt is akartam mondani. Mert ugye nem, clay-em az még hol jött? Raként? Nem is tudom. Én mondjuk abból nem is, nem is olyan túl sok van. Na, akkor úgy kellene csinálni, hogy ugye... Rakjunk be vasat, meg rakjunk be mondjuk clayt. Mondjuk ebben még nincsen nagyon, úgyhogy ezt akkor turn on. Rakunk be ilyet is. Nézzük a fölötte lévőt. Ide mi kellene? Ide iron kellene inkább, ugye? Akkor itt menjen úgy, hogy iron. Ezt be is indíthatjuk. Ide mi kellene inkább? Ide megint iron kellene. Oké. Okay. Berakjuk a fát. Turn on. És ide mi kellene inkább? Ide is inkább iron kellene, de akkor rakhatnék ide iront is, meg clayt is. És amelyikben nincs clay, kevés clay van, oda még fogok rakni esetleg. Ja, de clay az nekem is kellene, mert kelleni fog. Várj, itt ez még nem ég, ugye? Jó, akkor ide is kellene iron. Ide is egy 6000-es iron berakjunk, aztán akkor folyamatosan égen, mert acélra lesz szükségünk, viszont clayre is szükségem van. Mert... Clayre is szükségem van a keepernek, mert ugye kell felupgrade-elni. Kell cobblestone csinálnom, amivel nem is tudom, hogy van-e egyáltalán. 6 darab cobblestone-om van, viszont betonom az van. Oké. A követ el kéne indítani cement ügyileg. Meg ki kellene venni ezt a maradékot, és le kéne craftolni, ugye? Ja, nincs nálam. Jó, akkor egyelőre berakom. Az nem tart sokáig. Mert ugye itt van... De mondjuk a cement... Van itt annyi cement, és akkor adnánk hozzá követ meg ezt, és akkor már mindjárt jobb benne. És akkor meg tudnám csinálni a 3000... 3000 darab cementet, gyerekek! 3000 darabot, te Isten, vagyis betont! Jó! Akkor el kellene mennünk most izé vadászni, mert azt hiszem, hogy abszolút nulla kaján maradt. Ja, maradt 4 ilyen szanyó. Meg a maradt itt, ja. Maradt 2 húsim. Ezt megesszük, és akkor el kéne mennem vadászni, és be kellene fejezni. Bár akkor befejezhetném már azzal, csak kiúzom. Meg kéne fejeznem. Várjátok, mennyi stone-om marad. Kellene cobblestone-t csinálnom. Mindenképpen. Szerintem egy... 500 darabot. Minimum, nem? Meg akkor ki kellene innen vennem a maradékot, meg kellene vinnem beton. Neki akkor meg kellene csinálnunk a keltetőt, vagyis azt a... Meg kellene csinálnunk a kertet. Mert akkor ugye például tudnék kaját termelni, minél hamarabb megtermelem, annál később kell majd járnom ugye bevásárló körutakra. Viszont gondolkozzunk. Egyébként gondoltam arra, hogy még lesz itt tovább egy ajtó, mert szeretnék egy külön ilyen gomba keltetőt csinálni. Hát, rakjuk végig, azt majd meglátjuk mindjárt, jó? Egyébként padlótól is kezdhetnék valamit, hogy ne legyen ilyen magas. De várjál, hát úgy beszéltük, hogy lefogunk. Meg kellene csinálni ezeket is, gyerekek. Meg kellene csinálni akkor már ezeket a keltető cuccokat. Várjál, kiraktam valahova. Elvileg volt, egyet csináltam, vagy mit csináltam, beszkrepeltem? Hát nem volt egyszerű egyébként ezt megoldani, ezt kiütni. Még ilyen ötös csákánnyal, meg ugye maxra húzott dolgokkal is rengeteg ütés volt. Hát ugye 11x11, az nem is tudom, 100 akármennyi, és akkor meg még 6 magasan, mert ugye, várj, egy az alap, ez a 2, ez a 3, ez a 4, ez az 5, ez a 6.
hat magasan ütögettem ki, úgyhogy majd vadul, majd megvadultam. Nem volt egy jó buli. És ide is kellene ládát, hogy a magukat akkor itt tárolnám, és hogyha ültetnem kell, akkor nem kellene mindig elmenni. Úgyhogy majd valamit mindjárt kitalálunk. Rakjuk először körbe a tetejét, meg valahogy kitaláljuk. Azért akartam jó magasra, meg azért csináltam meg ilyen 5 magas belmagasságot. Gyakorlatilag 6-ot, mert ugye az a padló. Meg akkor még csináltam ugye 5 belmagasságot. Mert nem tudom, hogy a növényeknek mennyi hely kell. Ja! Ó, elnézést! Még aztán sem mondtam, hogy utána néztem, hogy hogy működik ez a fény dolog. Mindenképpen kell neki természetes fény. És a természetes fény helyétől két távolságra 15, tehát 7-7 távolságra, így is 7-7 távolságra terjed el a fény. Vertikál, vagy horizontálisan. Vertikálisan gyakorlatilag bármeddig terjed. Hogyha van egy lyukunk, akkor lemegy akár az alapkőig is, de vertikálisan, vagy horizontálisan, tehát oldalra 7-7-re terjed maximum. Tehát, hogyha van egy lyuk a falon, akkor maximum 7 blokkra fog kikelni a növény. Utána néztem ennek, ilyen nagyon, mert ennek utána kellett nézni, mert különben, ha nem nézem utána, akkor itt dolgozunk egy csomót, és semmi értelme nem lesz. Szóval, 7. Úristen, azért kitalálta Keeper megint, hogy milyen magas lószart csinált ide, de ez jó fog kinézni, úristen, már jó néz ki most. Kell faj megint, majd el kell mennünk fát gyűjteni. Oda már nem akarok. Ja, meg aztán el is kellett mondanom, hogy állványt kellett csinálnom. Azt visszaszedtem, hogy fölérjem a felső szinteket, mert különben nem volt virább dolog. Az ott mi? Ja, meg vannak ilyen lyukak. A lyukak azok egy több mennyezeten is, amikor leomlott, mert ugye ez a homok, ez így ott tud omlani. Aztán voltak olyan ilyen ástam, és akkor volt csoportban egy csomó homok, akkor így lehullott. És ráadásul, ha alatta állsz, akkor nagyon baráti, mert még ráadásul sebed is, úgyhogy nem volt egy vidám dolog néha. Ja, ezt megcsináljuk szerintem ma, viszont el kellene menni mindenképpen még éjszaka előtt kaját gyűjteni, mert az marhára nincsen. Ugye, el kéne menni vadászni. Várja már! 27. nap. Elvileg még egy dolognak utána néztem, mert arra szükség van. 3 naponta reszetelődik a trader, tehát 28. nap. Ugye első nap, 4. nap, és hogy felszólod, akkor a 28. napon új cuccok lesznek a tradernél. Tehát 3 naponta érdemes megnézni az összes tradert, amelyiket ugye felfedeztett természetesen. Oda nézz ide, jól néz ki, gyerek. Ez nagyon jó, nem? És egyébként nem is olyan sötét. Mondjuk, hogy jó, sötét, de... Na, és akkor arra gondolt a Keeper, hogy... A felső része... Az, hogy csináljuk meg, arra gondolkozok. Hát szerintem gyerekek legyen kocka alapú. Hogy milyen legyen? Vagy íves? Vannak ezek az ívesek, ugye? Lehetne valami íves, nem? Valami jobban kinéző. Ugye, amit használtunk például, volt kint az a konkáv. Ez is tök jó lenne, csak annak meg pont azt hiszem, nincs sarok. Sarok elemet? Vagy volt? Volt sarok eleme. Várjátok, azt a konkávot akkor végig kéne rakni, az úgy jól néznek ki. Főleg egy ilyen üvegházas. Hát nem üvegházas, de ilyen, mit tudom én milyen... Ez nem tudom, hogy hogy nevelik az. Olyan nehéz megtalálni, hogy hihetetlen. A szarba lehet? Itt kell lennie, nem? Figyelj, még golyó is van. Ilyen... csúcs is van. Na gyerekek, látjátok a konkávot valahol? Megőrülök itt ilyen. Biztos előbb látjátok meg minden, aztán gondoljátok, hogy arra se vegye meg. Azt mindjárt kimegyek, aztán lekapizom. Na, itt lesz. Ez mi az, hogy Arch 1 és Arch 2? Miért van két különböző? Tök ugyanúgy néz ki, figyeled?
Na, azért ez kemény lesz megint. Ja, és fölülre akkor csinálunk kezeket. Oda már nem kell. Fölülre csinálunk lapokat, és akkor ugye tudjuk jó magasra csinálni. Tudjátok, mire gondolok, milyen lapra. Laporoszkóp. Annak neki. Azért ez megint nagyon oda... Nagyon imádok ilyen nagy, ilyen grandiózus struktúrákat csinálni. Azért is gondoltam, hogy legyen 3 blokk magas? Ne. Legyen 4 blokk magas? Ne. Legyen 5 blokk magas? Nem túl stabil látom, mert ugye írja, hogy sárga. De majd úgyis mindjárt mellé is megy. Mellé nem fog menni már. Mi a körbeértő? De jól néztük. Hogy rohagy meg? Hogy rohagy meg? Lehet, hogy egyszerűbb lenne egyébként kifutnom, aztán lekopiznom egy külsőt, de szerintem ez a korna. Csak az... Nem. Ez nem jó. De mindig bele vagyom a rögbaza. Kifutok bazza, mert nem fogom megtalálni. Ugye kint van. Ja, megint tudom, szerintem összefüggéstelenül és nagyon lassan beszélek, mert folyamatosan gondolkozok, már csinálom a mennyezetet, de már azon gondolkozok, hogy lehetne megcsinálni alul. Na, erre gondoltam, hogy én itt kikopizom itt azt. Kopizzuk ki. Oké, és akkor kopizzuk ki, hogy van forgatva azt is, nem? Nem, az jó is, jó van forgatva, oké. Okay. Ja, úgyhogy megállás nélkül gondolataimban vagyok merülve. Ja, ide kellene, vagy pedig ide kívülre lehet, hogy még csinálok egy helyiséget, ahol lesznek ilyen ládák. Mit tudom, hogy kopámat le tudom rakni. Ilyen tipikus, tudjátok. Ne legyen olyan steril, hanem ilyen kis kellemes legyen. És ez mit forgatja? Úristen, ilyen... Nagyon össze-vissza forgatja. De ne, mégse elég jó. Le kell volna kopiznia. Hogy? Hogy? Az a baj. Hogy? Úgyhogy mindenképpen kell fúrnunk majd tárnákat. De jól néz ki. Te Jézus Isten van megint! Nem, mit csináltál képen? Imádom egyébként. Na, akkor ilyen plétet kellene raknom, ilyen lapot. Amelyik ilyen minden... Ez? Ez nem jó centered. Lap kellene, honnan? Ez mi? Sheet centered. Sheet. Ah, ezt a sheetről beszéltetek, ja. Ez csak egy sima lap. De egyébként, amit én felraktam az ajtóra, az nem egy ilyen sheet volt. Mert ugye mondtátok, hogy nem jó gondolkoztam. Na mi van? Ennek tudom, hogy nem ugyanannyi a durability-e, de ugye amit én felraktam, annak szerintem 10 000-es lett. Mert az egy ilyen vastagabb, nem csak egy ilyen nagyon vékony. Gyerekek, tök jó, hogy lehet rakni ilyen lapot. Ilyen teljesen sima lapot. Mert ugye amit először használtunk az első bázisunknál is, az se ilyen sima lap volt, hanem volt vastagsága. És amit felraktam kívülre, várja, azt meg is nézem, mert arról csomót írtatok, többen is írtátok, hogy az nem 10 000 durability is lap, mert a lap az nem nem 10 000-es, hanem kevesebb. Gyerekek, amire kifutok innen, arra lemegyenek. De mindjárt megnézzük, mert szerintem meg az 10 000-es. Várj, ide ugye ráraktam. Várj, hol van? Oda kéne neki verni egy... Ja, ide rak... Oda... Na, arra biztos raktam, ugye várj, oda verek neki egyet. Ez tényleg csak 500-as? De fiú, hallod, igazatok van, ez csak 500 durability ez a lap. Óóóó... Nagyon igazatok volt. Én meg mit örültem neki, hogy 10 000-es? 500-at egy ilyen szar lemez, aztán ugyanúgy bazza eszi a izét, az alapanyagot. Ja, de nem foglal a helyet cserébe. Na mindegy, jó van.
Hát ezt az alagutat is ugye meg kell csinálnom normálisan. Csináljuk tovább, gyerekek. Ide jön. Gipszkartorozom, vagy mit tudom, hogy mi ez. Hoppa, az meg... Ja, hogy? Tudod, berakott egyet, ezt utána építettünk rá. Ez csak egy szinte ilyen burkolat. Csak ezt megint nem tudom, hogy mivel kellene, most betonnal kellene kiúznom teljesen. Mondjuk azt rengeteg XP megint ugye, hogyha kiúznám betonnal. De egyelőre még nem készül el teljesen, addig nem. Ugye vissza lehet szedni. Hát itt mennyi vas kijött, meg mennyi íze, milyen nitrit. Azon aggódtam, hogy nem lesz ilyen nitritem, vagy nitrátom, vagy milyen szar. Ezt annyi kijött innen. Már egy régebb részben mondta egy srác, hogy nem is tudom ki volt az, hogy általában így kapcsolódnak egymáshoz a ezek az érszelelő helyek, hogyha valamelyiket megtalálod, akkor folytatódik egy másikba általában. Hát itt az egésznek legalább a fele vas volt meg az a nitrit. De szerencsé, hogy nem gameplaybe vettem fel, mert majdnem ide vért izzadtam, amire meg sikerült oldani. Jó, a vadászni kéne elmenni, mi? Vagy kibíró érezt? Egyébként egész jobb. De jól néz ki! Jó magasat akartam, és jó ötlet volt. Lehet, hogy lerakom a ládákat normálisan, mert azon tudom gondolkodok, akkor meg olyan hülyén nézze ki, hogy de nagyon tetszik, gyerekek, nagyon tetszik. De viszont frame-et kell csinálnom. Hát még mindenképpen egy 100 darab kell. Még mindenképpen egy 100 darab kell. Menj, ezt lekopizzuk. Kopi. És akkor lehet azt is ugye, hogy a rotation-nyit kopizzod. Szerinted? Na! Annyi! Nem hisz idege, horkoltak ugye így. Ugyanúgy is odébb megpiszkáltam a lábammal, és nem ébredt fel addig. Na, viszont még egy dologra én gondolok, hogy csinálni fogunk ide szembe, ezzel szembe. Azt most nem fogom kifúrni, de ugye akkor azt ki kellene szedni, azt csinálunk egy pincét. Egy pince lejáratot. Mindenképpen. És ott lesz egy ilyen lefele vezető, a gomba, mert a gombának nem kell fény. Mindennek kell fény, de a gombának nem kell fény. És akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy egy rendes ilyen kőpince, tudjátok, ilyen jó pókhálós, földes talajú, jó kőpince lesz a gombatermesztés rész. Az, és az tök ilyen ide, nagyon ez tetszik, ilyen tök full lenne. Akkor már valaki, na jó, akkor ezt meg ennyire megcsináltam, és akkor innen el kellene craftolni ezeket a ízeiket, ezeket a világládákat. És megnézzük, hogy akkor most beépítsük a földbe, vagy ne építsük be a földbe, vagy ez hogy működjön. És ja, meg kell csinálni a tárnákat is fent. Nos, kacok, mi a szituáció? Nem tudom, hova raktam, szerintem az egyik krabba valahol bedobtam. De lehet, hogy nem. Hova a szarba? Szerves krabba? Itt van az a láda, igen. Akkor legyen nálunk ez. Meg... Mi kell hozzá? Nitrit kell hozzá. Ugye? 6000 nitrit biztos elég lesz. És akkor hol van az a láda? Plant? Vagy mi az? Igen, mindig. Ez mi az a plant? Ez mire jó? Ez semmire nem jó. Hol a szarban van az? Várjál már. Ja, hiszen van egy, akkor meg tudom nézni bele. Farm. Oké, és akkor tudok csinálni. Kemény 9-et? Mi hiányzik nagyon? Úristen, nagyon kell neki a clay. Nagyon kell neki a clay. Jó, nekiálltam csinálni. Azt elmegyünk szerintem varázni meg, akkor szerzünk clay. Nagyon rengeteg clay kell ez a cuccot. Úristen, de régen voltam itt. Ja, meg utána néztem, meg Nemo Hilt is megkérdeztem, még régebben is, meg utána is néztem, hogy tudom megoldani, hogy jöjjön sikító zombi. És föl vagyok világosodva, hogy a hőre jönnek a zombik, főleg az a sikítós. Tehát, hogyha mondjuk leraksz tábort ezeket kint, vagy fákjákat, vagy kohókat, minél nagyobb a hő, annál több a... vagy annál inkább jönnek. Úgyhogy valószínű, hogy fogok majd csinálni olyat, hogyha majd a horda után
hogy a zombikat fogjuk hentelni. Belárunk egy sikító zombit. Ide csaljuk le valami hővel, rakunk le tábortüzeket, rakunk meg tüzet kint. Még mindig nem nőtt meg a fám. Egyébként annak így... Ó, az mi a szar? Ott jobb oldalt miért nem nő a fa? Gyerekek, itt valami nem stimmel. Itt ezt sokkal később ültettem, ezt most ültettem két napja. És ott meg nem nő meg a fa. És mondjátok meg! Az a fa nem, miért nem nő meg? Ez már megnőtt. Beszarsz. Várj, bevágok is. Egyébként olvastam, hogy a sivatagba nem nő úgy a fa, de hát mi a különbség az út két oldala között? Hát itt valami nem stimmel, gyerekek. Vizem nincs nálam? Ja, iszok egy kis vizet, azt stamina regem legyen, mert nem vagyunk kamonti dálogó. Egyébként ez a bolt elég jó. Gyanítom, hogy azon az úton, azon az oldalán nem fog megnőni az erdő egyáltalán. Meg bebugolcunk. Érdekes. Mennyi fát gyűjtötte? 3000 darabot. Jó, gyerekek, szerintem legyen elég. Körülnézünk itt, egy kicsit körbefutunk. Itt szoktak lenni állatok. Aztán kéne szereznünk valami kaját tényleg. Nem kell olyan marha sok. Majd ezt a kést ki kéne raknom. Nem kell olyan iszonyat sok, de azért... Azért kellene. Azért, Klee, az kell ahhoz a szarhoz sok. Állatot találjunk, gyerekek. Ezt ugye kipucoltuk már. Nem tudom, hogy, ugye, hogy miért van az, hogy néha teljesen eltűnnek. És ez tök idegesítő. Ott a tyuke. Na. Akár mennyi is jön, de jöjjön. Meg fészkeket se lenne rossz egyébként nézni. Ez mi? Ja, még csak itt vagyok? Jó. Ja, fészkeket is kellene nézni, mert akkor lenne tojás, azt akkor az sokkal laktatóbb. Meg ugye rá fog menni arra, hogy különböző recepteket tanuljak, már itt arra az kérre valószínűleg. Retteltesen rühellem, hogy nem tudok normális kaját se. Meg az a gond, hogy hiába fogok termeszteni dolgokat, ha egyszer nem fogok belőle. Nem fog tudni, nem lesznek receptjei. Most ilyen gomba meg, amikhez kellenek, ahhoz jó recept is kell. Úgyhogy rá kell menni skillügyileg arra, és jó is, hogyha beosztom a skill pontokat, mert így akkor el tudom dönteni, hogy mi arra, amire szükségünk van. Jó, itt körbefutunk. Hoppá. Ezek nincsen. Nézzünk szemetet is, mert miért ne? Hát, ha találunk egy üres kózárdobozt még. Ja, meg visszafele mindjárt Klee-t is nézünk, mert arra is szükségünk van. Tojás, legyél tojás. 2 tojás kell, ugye, ha jól emlékszem. Bár aztán lehet, hogy van otthon. Jó, van 10 húsú. Jó lenne még tojás. Hú. Pipe. Pályfegyver 6-os. 92-t ér csak sajnos. Na mondom, biztos meggazdagodtunk volna. Egyébként dobálja már az ilyen 6-os fegyókat. Egy ízét dobna inkább, egy receptet, bazza. Az mi? Hol vagyunk egyáltalán? Azt sem tudom, hogy hol jöttünk.
Jó, sokáig eljöttünk. Bal oldalra. Egy ház. Az meg már a bánya. Ezt a házat kipucolta. Ezt mindjárt egy kicsit klégyűjtögetés is lesz. Ezt a házikot nem pucoltam ki, menjünk már be, akkor nézzük meg, mi a szitu. Hát, ha valamit találunk, nem hiszem, hogy itt fogunk meggazdagodni, de miért nem? Egyébként miért nem a pisztolyt használom, abban annyi lőszerem van, mint a sár. Na, ezt szétcsaptam, baza. Hát, hogy abban volt a kaja. Nincs itt hozsági. Macska kaja, gyerekek. Nem itt szeljé. Ugye konyhát is megnézzük, csak... Azt nem értem, hol vannak a zombik. Ebből mi jön? Bőr? Nincs bőr a pofájára. Ohó, könyves! Ó, szar. Jó, hát ezt összeszedek mindent igazából, mert lopik a keeper. Na nézzük meg a földszintet, konyhát, papírt is kell gyűjtenem, mert ugye közben rájöttem, hogy a papír is kelleni fog nekem nagyon. Szkrepeljük le a francba ezeket. Ezt megnéztem. Hátsó ajtó. Akkor nézzük a konyhát. Fogadjunk, izé lesz romlott hús, meg ilyen hülyeségek csak. Kávé mag legyen! Kávé volt. Romlos hús, nem szén. Mit keres szén a izébe? Abba. Hm? Ezt megmondhatná valaki. Hol vannak a zombik? És tényleg? Ja, menjünk föl. Hol vannak a zombik innen? És tényleg nincs egy büdös zombi se? Hoppá! Ízői, valami pite. Tök pite. Ez még majd megy eladásra. Tök pite recept, gyerekek, tök jó. Örülünk. Boldogok vagyunk. Mi a szar van a zombikkal? Ez nem volt kirutolva még ez a ház. Ez jó lesz majd eladásra, másra nagyobb nem szoktam én használni. De nem értem, hogy... Úgy evegettem, baszod. Szerintem nem fogom fel, hogy igaz, hogy... Polimerek, ja. De nincs is loot itt ebben a házban, az a durva. Hoppá, nem vette fel, de izé, nincs is loot. Komolyan? Ezért nem értem. Mi volt ez a ház? És miért üres? Nem szokott üres ház lenni. Tényleg nem vágom. Na jó, mindegy, megyünk hazafele. Egy ilyen nagyobb körbe. Érinteni fogunk egy darab helyet. Ez nem más, mint a itt. Oké? Okay. Arra fogunk menni, közben esetleg látunk bármit. Élőlényt azt még megöljük. 20 óra van, teljesen jó az időzítésünk, és akkor építünk tovább, csak el kellett jönnöm kajára, bocsánat, meg clay ugye kelleni fog. Úgyhogy clay gyűjtünk, meg közben, hogyha lesz valami élőlény kaja, akkor azt nyírjuk a francba. Ja, tudom, hogy túl vagyok terelve, de egyébként olyan gyors vagyok így is, mint az állat, mivel ugye nagyon arra vagyunk rá menni, lighting armor, meg mit tud, vagy light armor, nem lighting, nem világít az armor. Na, tehát semmilyen kakadumadarat, meg semmit. Az érdekes, hogy ezek a sasok, vagy mi a szar, ezek nem támadnak meg csomószor. Na. Ja, 4-es túlterheltséggel is ilyen tök gyors a csávó. Jó, ott marad az a két lámpa.
Ja, közben rájöttem, hogy ez nem izé volt, nem kukoricamag. Ja, kukoricamag? Nem kukoricamag volt, azt hiszem emlegettem az előző részben, hanem kukoricaliszt már. Úgyhogy ezt nem fogom tudni elültetni. Majd megnézzük, miket tudok otthon elültetni. Átnézi a képőr. Clay-nek kéne csinálni a helyet. Mennyi táska mindenholdik? 6-os light armor. Nekem mim van? Mindjárt nézek, jó? Gyorsan ránélek, mi a szaromba. De pont ugyanilyen, nem is pont 6-os. És le van amortizálódva. Leverték rólam, mint a szart. Mennyibe kerül eladásra? 52. Hát gyerekek, hallod, én nem fogom ezt elvinni. 52, de megint egy táska. Menjünk a francba. Megint egy táska. Azt hittem, hogy ezt sem néztem meg még. Ja, menni kell haza, mint az őrület. Mert tudom, megint túl vagyunk erre, de megyünk haza, megyünk haza. Meg várjál már, nézzük át, hogy mi az, ami nem kell, meg mi az, ami igazából már abszolút nem kell. Jó, az egy murki voltál megy, ezt a kutyakaját megesszük. Mocska kaját, azt leszkrepeljük. Szóval is jobban állunk, hogy ezt a szteroidot benyomhatnál azt, akkor tudnék gyorsabban futni, de nem akarom. Mert majd inkább beladjuk a francba. Ja. Jó, húzás, 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 húzás. Ha, tojás legyél, nincs tojás. Szedek egy kis klét, aztán akkor... Ilyen, mennyi táska, meg minden. Itt egy ilyen szenya. Na. Klétszeregetés, nem tudom az állatok hova tűntek, de hogy miért nincs ennyi, szinte sem mennyi, ezt tényleg föl nem foghatom, na gyorsan. Itt egy zombi. Na most klégyűjtés van, hát egy ilyen, szerintem egy 2000 darab nem ártana. Ezt tuti észre fog venni. Minket megerőztük. Ja, meg egy szintet léptem. Amikor ugye ütöttem ki azt a helyiséget, a kertet, annyi blokkot kellett küldnem, hogy meg volt belőle egy szintnyi. Úgyhogy jött ez erre. Jött ezerrel az XP, szóval a skill pontunk elvileg 2 vagy 3 van már, de mindenképpen tartogatom. Ezt a főzés dolgot majd átnézzük, hogy tudjak jó kajákat csinálni, de ahhoz képes fogjuk átnézni, meg ahhoz képes fogunk skill pontot költeni, hogy mennyi alapanyagunk van. Mert most, hogyha például van valamihez alapanyagom, és ahhoz mondjuk ahhoz a kajához kell 3 skill pont, akkor nem érdemes elköltenem rengeteget. Hú, gyerekek, már ilyes vagyok, bazen. Jó, hogy eljöttünk. Holnap meg megyünk traderhez, veszünk kaját minden 3 tradernél. Ugye, refresherődik, meg az automatákban is, és akkor lesz bőven kaját. 28. nap lesz. Szóval zombi horda a felkészülési dolog lesz. Szóval mennyi ládát tudnék csinálni most? 14-et. És most mi ami kevés? Most épp a Clay-ben jól vagyunk. Ezért lesz kevés. A nomlott húsunk. Úgyhogy majd kell vadászni madárra, meg mindenre, tudom, itt repül a fejem fölött. Meg nem tudom, hogy zombit szét tudom-e verni, és abból tudok-e kinyerni. Ezt nem igazán vágom. Cobblestone-t megcsináltam gyerekek közben egyébként? Meg sem. 506. Hát az a baj, abból 50 blokkot tudsz fel-upgrade-elni, szóval nem egy olyan marhasok. Úgyhogy ahhoz is kellene rengeteg clay, úgyhogy ezt itt még, ezt a placot, ezt gyorsan kicsapom. Egyébként, ha elmegyünk majd a traderhez holnap, akkor mindenképp a fás területen kellene szedni clay-t. Mert ott ugye iszonyatosan gyorsan adja. Szerintem legalább dupla ilyen gyorsan.
De ott 44-et ad, itt meg. 84 szor. Mennyi 22-t? Dupla ilyet gyorsan adja, ugye? 18-at, és ott 44-et ad. Azért az marhára nem mindegy. Jó, de kell a Clay a rohadt életbe. A kókból is ki tudnám szedni, de hát ott meg ugye kellene olvasztani. Ó, azt megyünk haza. Mennyi van? Ez 14-nél többet most tegyen talán nem tudok, mert ugye nincsen rohadt húsom több sajnos. Húzás van haza, motorjjal kellene, motorjt. Elhoztam a motorjt? Elhoztam a motorjt. Oké. Okay. És mindjárt lesz több. Nem jön rám a sas. Érdekes, hogy ezek a sas. Most jön rám. Kés. Mennyi romlott hús jön ki egy ilyen sorból? Kettő? Ó, te Isten. Négy. Nem egy olyan veszélyesen sok. Romlott húst mindig kidobáltam. Még nem is tudom ki, Norvég szokta talán mondogatni, hogy ne dobáljam ki, mert nagyon sok kell belőle. Gondoltam, hát kidobom, mert úgyis olyan marhasok nem kell, hát erre meg nagyon marhasok kell. Úgyhogy jó, beszívtam. Ja, holnap jön az horda, szerintem elég felkészültek vagyunk, úgyhogy probléma nem lesz vele, és a horda után mindenképp szeretném kipróbálni a zombi csapdát. Kellene egy sikító zombit, és kellene lootot farmolni. Ugye a legjobb a loot farm, ú, de jól néz ki a bázisunk. Legjobb lootformulási dolog, mondani mennyi zombi van, mi van itt? Hát mit rendetlenkednek ezek? Titeket kihívott, baza? Mi van sok zombi? Ez komolyan? Ez komolyan? Mit csinálnak ezek itt? Gyerekek, olyan, mintha master rajta valaki, még mindig pokfóbiám, mert utálom a pokfóbiát. Oh. Három zombi volt. Nem tudom, mi a szart kerestek ezek egy tönnyire. Jó, vegyük fel a nagy motorjt, azt menjünk be, mert most már kezdődik az éjszaka. Kezdődik az éjszaka. Oké. Okay. Jó. Kipakolási lenne. Megnézzük a kókat, hogy hogy áll. Na. Basz a gyerekek. Itt azért megy a meló, mi? Odani 7000 iron, úristen, 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 úristen. Nem is tudom melyikben van a... ebben van a felszerelés. El kellene kezdeni még egy kis acélt kraftolni. Itt miért nem ketten megy? Ja, mert itt ment valami benn mellette, ugye? Ugye kettő veszem, hogy gyorsabban olvadjon. Ja, egy kis acélt még mindenképpen fogunk termelni. Na várjál már. És most fogom használni, amit mutattatok, hogy használjam ezt a... ezt. Na nézzetek, tényleg gyorsabban kipakol a keeper, mi? Nem kell lélegetni. Egyébként néztem, hogy van egy olyan mód, hogy nem muszáj... Csak közelébe vagy a ládát, nem kell megnyitogatnod, már akkor így bepakolja. Ne, hát azért annyira ne könnyítsük meg a dolgunkat. Eladó cuccok, ma viszont ez manuálba. Ezt, meg ezt, meg ezt, ez mindenképp eladásra fog menni. Oké. Okay. Fegyver és páncél, modifikáció, az nincsen. Fegyver alkatrész, az viszont van, ott volt. Oké. Okay. Azt a széket majd nem tudom, ezt meg valahol el akartam rakni egyébként. Lehet, hogy hülyeség, hülyének néztek, de... mit tudom, hogy ide rakom a... hát ez olyan fura, hogy legyen olyan is. Még jobban akasztja a dolgokat, mint zombi lett. Egyébként elég kaotikus a bázisom, na. Mit akartam most? Ja, kraftoljuk le akkor ezeket a farm blokkokat. 15-öt tudok. De jó, 4 perc alatt megcsinálja. Meg 10-et csináltam, úgyhogy akkor lesz bőven belőle. El kellene mennem hátra, de kellene nekem, mi az, ami kellene nekem? Betonunk van, üzenünk van, falunk van.
szerintem megvan mindenünk, úgyhogy akkor mehetünk hátra, az a baj elég messze van, aztán nem szívesen futkodik a képer annyit ki. Ja, éjszaka lett, de hát teljes biztonságban és nyugalomban fogjuk átvészelni az éjszakát, kaját kell csinálni, bazzá. Elfelejtettem. Egyébként a gyógyszerben mit rakott be? Jó, vannak izéig. Majd tudok csinálni kötszert, tudom ebből a aloéből is akkor ide, csak hát nem fogy annyi, mint amennyi kellene, szóval nincs is semmi problémánk ezzel. A alapanyagunk van valami, van egy tojásunk. Úgyhogy akkor tudok legalább... Várja? Az is van. Szóval tudok legalább csinálni békönös tojást ennyiért, meg grillezett húst. A szar. Egyet. Hát jó, ezzel nem fogunk kevenni bucsóba. Ugye? De nem halunk éjjel. Hát reggelig kell kibírnunk végül is. Jó, hát ez nem egy sok volt. 30-at tölt, ez egyébként ez a tojás is akármicsoda, ez nem nagyon rossz. Tyúkokat nem lehet tartani, de most a hal komolyan az tök állat lenne. Na, nézzük. Oké, és kacok. Jó, jó sötét ilyenkor, ugye, oda nézve. Egy természetesen, mivel éjszaka van. Fákja nincs nálam véletlenül? Nincs, de nem fogunk elmenni érte. Akkor ki kellene találni, hogy hogy van. Én mindenképpen szeretnék adni mondjuk egy, kettő, nézzével blokkot megépítem, aztán akkor meglátom. De viszont a blokkokat meg kiraktuk? Ja. Csináljunk egy 10 frame-et, aztán akkor abból látni fogom, hogy a óra sokáig várja már. Csináld meg a 10 frame-et, utána megcsináljuk ezt a farmot. Maradékot. Ja, a frame-ből megpróbálom fölépíteni, ezt akkor meglátjuk. Ugye, mondjuk ha kiadnék 2-t, a harmadikban lennének a cserepek, meg a negyedik, be, meg a... Hát ezt meg sokat hagyok ki, nagyon. Lehet, hogy mégis jó lenne a földbe belerakni, nem? Akkor mondjuk itt végigraknám. Itt lenne az ágyás. Meg itt lenne az ágyás. Így. Meg akkor lenne... Mondjuk itt végig az ágyás. Így. Hogy? És akkor lehetne még... El lehet itt középen menni, és akkor lenne itt még két sor. De ez jó csúnya ott. Ja, de nem fog látszani. Ezeket kiszedem, és akkor ugye a többit azt fel tudom upgrade-elni, meg be tudom pakolni. És akkor a földön nőnének a dolgok. Na, így gondoltam. Szerintem ennyi elég, nem? Figyelj, ez nem kevésem, ez rengeteg. De figyelj, nem szimmetrikus a dolog? Nem szimmetrikus az épülete? Ja, de igen, mert ott ugye így. Meg így. Meg kell javítanom, hogy ki tudja menni. Hát tudod mit, ember? Meg van javítva. Na, valami ilyesmire gondoltam, és akkor középen azért lenne egy hely, hogy tudsz közlekedni. Esetleg lehetnének ide az ajtó mellé, mit tudom, magok. Magok? Mi a magok? Magok. Kellene egy ilyen maguk láda. És akkor ide lennének be. Várjál már. Ez hogy van? Ezeket később fel tudom menni? Attól félek, hogy nem. De szerintem egyébként lehet, hogy igen. Ja, így néznek ki. Igen, és ezt egyébként lehet, hogy azt tudja. De? Hány van? 23? Ja, hogy? És ez ilyen egyben van ilyenkor. De jó! Na, ennek örülök, hogy ez így van. Eltűnnek a falai, látod? Egybe lesz. Na, és akkor van ennyi kapásból. Meg akkor ide még tudok rakni, várjál? Nincs több, ugye? Nem is tudok raftolni. Jó, ezért kell szerezni, rohadt kust rengeteget. Amit mindig kidobált a keeper. Na, így gondoltam, és akkor azt csinálom ám,
hogy majd visszapakolom azokat a részeket, amik nem kellene. Viszont fel a padlót nem fogom másra, mint... Szerintem fára fogom felupgrade-elni. Ki van találva? Tudom, hogy itt elég sok hely elveszik, de később tudok ültetni, ha kevés lenne. Egyelőre úgy sincs annyi, még bőven egyáltalán nincs annyi, amennyi kellene. Ez az is tök jó, hogy így lesz a föld. Nagyon jó. Arra gondoltam, hogy külön-külön lesznek, de nagyon jó így. Na várjál már. Akkor annyi, hogy visszapakolom, és akkor ugye tudni fogom, hogy ezeket még ki tudom venni. Értitek? Ezek ideiglenesen így foglalják a helyét annak, és akkor kiveszem, és akkor berakom helyére, hogyha tudok még készíteni. Ez szerintem tök jó lesz. Még egyelőre úgyse tudok egyet beültetni. Jaj, de jó, hogy azt szabadálom arra. Üveg. Itt úgyse tudok beültetni egyelőre, mert nem lesz annyi magom. Na erre baromi kíváncsi vagyok. És oda majd a gombakeltetőt megcsináljuk oda le. Attól félek, le lehet taposni, mint mit tudom én, vagy... Az ágyásokat lehet, hogy nem lehet, azért az túlzásnak éreznem, nem? Hogy letaposod. Annyira ilyen azt a játékot, hogy a rohadt életbe rá lehet függni. Tök jó. Be kell majd, de viszont, ja, be kell fákjáznom, bár nem biztos, hogy... Hát egy-két fákját, hogy az éjszaka is el tudja ide nézni, viszont mindenképpen ugye természetes fényt azt kell csinálni. Van egy ötletem megint. Csak az alsó sort megcsináljuk cobblestone-nal. Bocs a kattogatásért, csak ha folyamatosan nyomom, akkor megy a célra egyből. Vagy éppen amire bármire tudom. Ezt megcsináljuk idejéből, és följebb, és szerintem megcsináljuk betonból. Ez így olyan tök jó rész ki, tudod? Olyan, mintha lenne ilyen lábazat. És a gombapincét, azt mindenképp ilyenből fogom megcsinálni. Jaj, már alig várom azt is, hogy az meglegyen bele. Annyira imádom. A gombapincé, mert ilyeneket talál ki az egy... Mint az órások. Ugye lehet, hogy halljátok, hogy koppogat, vagy kattogatok a legére. Egy csendesebb egeret lehet, hogy kellene vagy vennem. Lehet, hogy zavaró számotokra ez. Ja. Így, és akkor fölötte meg valószínű, hogy betonból. Jó, jó néz ki, de? Csak olyan rohadt sötét van. Halljátok? Nem bírom ki, hogy ne csináljam meg. Így. Mariana? Itt lesz a gombapincémnek a bejárata. Jaj, és ez tök jó lesz, a gombapincém bejárata. Viszont... Jaj, ne! De mondjuk az még... Mi fogyott el? Nehogy már fogyott a cobblestone. Azt a rohadt életbe, akkor itt bajok lesznek gyerekek, mert az... Nincsen elég ideje. Nincs elég, te jön. Jó, akkor ezt nem fogjuk felupgrade-elni egyelőre. Ötfen, hát még kell? Így 30 kell. Jó, hát akkor ezt nem fogjuk felupgrade-elni betonra egyelőre. De akkor hagyom is egyelőre, mert nem akarok itt kizérni, szenvedni azzal, hogy nincs alapanyagom.
Na, és akkor ott lesz bele egy ilyen gomba nevelő. Ott két oldalt lesznek a ládák, de egyelőre most ez így marad, mert elég lesz itt is erőltetni. Mindenképpen meg kell csinálnom majd ezért a lejáratokat. Úgy gondoltam, hogy biztos, hogy legyen elég fény, négy darab lejáratot fogok csinálni, négy darab tárnát. Mondjuk így kiszámoljuk, hogy hány blokk így, hány blokk úgy. Mondjuk 5-5, és akkor megcsinálom ott, és akkor itt is mondjuk 5-5, és akkor megcsináljuk itt, és négy darab lyuk lesz, rács lesz a tetején, meg fölül is, és akkor onnan le fog jönni a fény, mit tudom, 60 blokk mélységig, vagy nem tudom hány blokk mélységig, és akkor onnan meg ugye szétterül, azon a lukon, így szétterül a növényeimre. Ja, így fog ez kinézni. Ide egy ajtót azért dobhatnék, vagy valami, na hát, azért. Ne szórakozz. Na, ide egyébként szándékosan valószínűleg egy ilyen fajtókat fogok csinálni, mert az autentikus meg sem fogom erősíteni, ilyen kis fúni, hogy tudom én, ilyen, tudod. Ez ilyen baró jó, hogy... Á, én az nagyon, nagyon élem. Ilyen. Az a sarokba lehet, hogy oda fogom rakni a kredencet, vagy pedig ide, ide a sarokba az ajtó mellé ilyen kredenceket, vagy pedig benne ott, és akkor lesz, azért ott lesz, hogy magok. De á, nagyon állat! Na, jó ez eddig, viszont addig nem akarok elültetni semmiképp semmit, amíg nem ások le, viszont azt meg kell csinálnom majd, holnap. Viszont, ja, a klét kell szereznem arról a helyről rengeteget. De ez nekem nagyon tetszik. Ez egy ilyen tipikus, nem? Ilyen nagyon feelinges. Sőt, van egy cobblestone-ból meg kéne csinálni még a sarkokat. Fölig. És akkor a többi beton. Már az nem biztos, hogy kell. Á, nagyon jó! Imádom, gyerekek! Imádom! 0 óra, 0-0. Ki kellene pakolni. Reggel megyünk ám ezerrel. Viszont majd van egy ötletem még. Mindjárt csinálok mindent. Álljatok le, pillanat. Azt mondja, pont kialudt bazza, figyelted? Nem is baj, mert pont elfogyott. Clay kellene bele inkább, mint Iron, de ugye Iron-t azt mondjuk tudok olvasztani. Figyeljetek, azt csinálom, hogy egyelőre kikapcsolgatok mindent, és lehet, hogy feltöltök mondjuk egy órára mindent. Ja, kikapcsolom, és feltöltök egy órára mindent, és akkor innen fogjuk folytatni. Bár még várjatok, még fogok csinálni pár dolgot. Ott van, nem az F1-et kell volna nyomnom. Ezt akartam nyomni, Morel, aztán nem sikerült. Ide is fogunk olvasztani holnap reggeltől. Az acélokat kell majd csinálnom meg a mesterkő, de nagyon gyorsan. Az a nagy helyzet. Iron, ja, hát ebben az Iron kellene, de nagyon nem nincsen benne. Okay. Itt meg a kő, el is vagyok belőle kő. Na. Betározok mindent, és akkor utána holnap már nem kell. Holnap már tudom másra koncentrálni, ugye, úgyis van egy kis idő most. 6000 kő, 6000 kő, mehet bele. Megint csak, ugye ez csak a köves. Jó. Ez a betonkészítő. Egyébként ezt a betont, ezt 500-ért el tudom adni ilyen pakját. Azt lehet, hogy azt fogom csinálni ezerre, vagy fogunk árulni. Hol a másik pakhat, nem vettem, M2-t vettem ki? Kőből. Ja, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy elkezdem árulni majd. 500 pakja, 10 pak az már 5000. Végtelen mennyiségűt tudok csinálni, mert ugye... Én tényleg. Jó, itt is turnoff, és ez megint... Ide Iron kellene, Clay az millió volt megint benne. Úgyhogy a clay-t azt lehet, hogy kivisszük, és akkor ide viszont iron egy pakkot bedobunk. Bepakolok mindenhova azt, akkor nem lesz vele gond, tudjátok. Na nézzük akkor sorba, kő be van pakolva, ide kellene egy pak iron. Nem. Ide is egy 3000, 3000. Jó, hogy menjen be. Ide mi kellene? Hát ide leginkább clay kellene, úgyhogy ezt a 900 clay-t berakjuk, meg rakunk be egy kis iron-t. Ide mi kellene? Itt megy az iron ezzel. Ide mi kellene? Iron meg clay, iron az van benne bőve.
Ide mi kellene? Mind a kettő, rakunk be egy pak clayt, meg rakunk be egy 3000, vagy nem, ezt a 4000-es iron. És akkor rengeteg, rengeteg cuccunk lesz. Annyit kellene csinálnom, hogy kikére pakoldal. A fa. Tényleg, hova tűntek a fa blokkjaim? Na, érdekes. Ki kellene pakolnom egy elég konkrétan. Stone. Oké. Okay. Vas. Oké. Okay. A stone, ez mit keres itt? Akkor a clayt is kidobjuk. Mennyi betonunk van? Betonunk elég. Gyerekek. Zombi halogat hallottam, bazen. Dick! Sikító zombi volt, more? Megburrőd. Lol! Sikító zombi volt. Mi a szar? De miért hallottam ott, ott bent olyan közelre? Nem spawnolnak be, ugye? Ja, megvordelt a csapdám. A jó, hogy van az a csapda. Ja, nem tudom, ez érdekes volt. Elvileg a hőre jönnek a zombik, hát nem tudom, hogy ez... Várja már, amit akartam vinni. Kellene nekem. Hol van a izem? Hol van? Nincsen, nincsen... Nincsen fákjám? Miért nincs fákjám? Pedig előbb... Néha egy-két dolgot nem értek, vagy én vagyok már teljesen összekeveredve. Szerves craftba rakjuk ezt ki. Jó. Mi kellene még kirakni? A nitritet kirakjuk. És akkor el kell menni mindenképpen reggel. Ezt rakjuk ide, ezt rakjuk ide. Ezt rakjuk már külön, mert tényleg már kezdek meg bekeveredni. És ezeket meg akkor kirakjuk gyorsan. Na gyorsan. Gyorsan, 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 gyorsan. Kaja. Alapanyag. Remélem, hogy tudok magokat csinálni majd. Arra lehet, hogy rá fogok nézni még. Kaja alapanyag. Kész. Vagy pia alapanyag. Kész pia. Oké. Nem sok van egyébként, semmiből már. Azt akartam megnézni gyorsan. Bocsánat, hogy ilyen vagyunk. Seed. Mi az, ami ilyen magot? Potato seedet tudok csinálni, és nem tudok, látod? Nincsenek izé, nincsenek fel nyitva. Ez a nagy baj. Ez a nagy baj, gyerekek. Akkor csak potato seedet tudok csinálni, és csak krumplit tudok csinálni. És abból van bazva egy darab krumplim. Na gyerekek, itt van a baj. Hát akkor ezen meg vagyunk lőve, mi? Várjál, már nézzük meg. Van a kukoricám ugye, meg ami van. Ez. Ja, ez tök szí, jó, tök mag, de jó. Meg van lyukka. Ugye megnézem, hogy melyiken tudok mit nyomni. Mutatja. Aha. Ja, hogy? Ja, hogy kell hozzá izé? Úristen, izé, kevesebbe került volna izé kraftolása. Ó, arra se vegye meg. És itt van, hogy a magokat tudok kraftolni. Tudok kraftolni, mi a zöldségeket és berriket. Hát akkor ezt mindenképp kell, csak az a baj, ehhez meg level szint 3-as kellene ez. De mit ad? Hát akkor ezt kell nyomni, gyerekek. És most? Melyik volt ez? Ez volt? Oké. Okay. És akkor most már elvileg unlockolódott a seed, a yucca seed, a berry seed, és ezek mind. Gyakorlatilag az összes seed unlockolódott. Ho-ho-ho-ho! Azért ezt most sikerült ezt megoldanom.
És akkor receptek, és akkor tudok csinálni. Itt van a seed. Csak mi kell hozzá? Ja, izé kell hozzá. 5 darab kell hozzá. Ó, arra lett érbe. És tudok csinálni blueberry seedet. Na, jó, hát ez kellett. Bocs, hogy ezt így most... meg, de bazza, akkor potatóból nem fogok tudni csinálni. Mert az 5 kell. Sőt, nem is tudok magot csinálni. Hát mi a szar? Ja, ha újra ültetem, akkor van 50% esélyem, hogy kapok izét? Magod, vagy ez hogy van? Ez így máshogy? Ó, be is ott vannak, ott is vannak meg. Jó. Jó van, gyerekek. Egyébként gombát azt kellene szednem. És tudom is, hol voltak ilyen izékben vannak, ilyen barlangokban vannak, és tudom is, hol van barlang. Úgyhogy lehet, hogy azt is útba fogjuk ejteni reggel. Jó, össze vagyunk szerve. Kellene innom, mert kajához ugye viszont nincs. Legalább akkor ígyunk egy csomót. És akkor neki fogunk várni. Bocs, hogy ilyen rohadt hosszú lett ez a rész, gyerekek, megint. Nem is tudom, milyen hosszú, de muszáj rengeteget dolgozni, hogy összeszedjük magunkat. És elég összeszedetlen vagyok, mert ugye nem tűztem ki előre, hogy mik a célok. De hát azért próbáltuk rájönni. Azon gondolkozok, hogy itt mit kellene csinálni. Itt is akartam csinálni. Annyit csinálok, hogy a bedrollt beviszem oda, ahol le akarok ásni majd a fölülről, mert ugye azt úgy tudom beadonosítani, hogy hol van a bedroll, és akkor hol kell leásnom. Na, azt beszéltük, hogy 5-5 blokkra, ugye? Nincs nálam semmi, amivel tudnék blokkot mérni. Hát rézével tudnék ezzel a bedrollommal. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Ez az 5. Várjál, már mindjárt akkor lesz nekem, amivel tudok mérni. És akkor nem kell a bedrollal. Ez 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Itt lehetne az egyik. 1, 2, 3, 4, 5. Itt az meg túl kín van. Lehetne akkor ez 4-en. Vagy ez is lehetne 4-en. Akkor itt lenne 2, izé. Meg akkor ott lenne megint. Ezt ide fölveszem, azt ide rakom. Itt lenne 2. Itt lenne 2. Bár nem érdemes erre behoznom, mert úgyis ott lesznek ezek. Úgyhogy akkor inkább úgy lenne jó, hogy itt lenne. Itt lenne. Itt lenne. És itt lenne. Itt lennének a kürtők, értitek? És akkor a bedrollal, majd tudom jelölni mondjuk az egyik kürtőt, és onnan már, hogyha jól jövök le, akkor remélem, hogy a fejénél méri. Na jó, ide állok, és akkor elvileg mutatja a térképen, hogy hol a bedrollom, ugye? Mutatja, hogy hol a bedrollom, meg hogy hol vagyok én. Így elvileg, itt most állok rajt, ugye? És elvileg pont ugyanott állok, ahol a bedrollom van. Szóval, tökéletes, akkor, hogyha lefurok, akkor pont itt fogok kiérni. És onnan már ki tudom számolni a blokk távolságokat, és akkor ugyanott lesz a 4, és akkor a 4 rács ott fog bejönni a fény. Na, srácok, valószínűleg elbúcsúzom. Fú, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog sikerülni. Reggel elmegyünk egyből vásárolni, elvisztük az eladó cuccokat az a következő részbe, és leássuk a 4 lyukat. Igaz, hogy a 28. nap, de kell minden gyerekek, kell ez erre. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi csőtésztát!